Most kérdés, hogy milyen energiával szeretnék meghajtani az automata motorunk, vagy automata bányászgépünket? Hát, semmiképp se környezetbaráttal, mert leszarom. Jó, igyekszem. Nézzük a választékot. Ez a... Azt hiszem, hogy az elektromos motor lenne a leglogikusabb. Miért? Azt, amelyik leghatékonyabb és legjobban szennyezi a környezetet. Egyszerre, szóval valamit olajból. Mint a jó amerikai bosszer. Jaj! Adhatok egy feladatot. Jaj, de félek a pókoktól! Nem, átverkelek, meglöllek. Feladatot? Milyen feladatot? Egyszerű legyen, mert hülye vagyok. Obszidiánt gyűjteni részén edőt kapuhoz. Persze, nagyon szívesen. Honnan? Jégő, tényleg most neked kéne lemenni bányászni a felébe, de anyuk félek! Nem is, hogy az anyukám, mit tudom, én beszélek hozzá, hogy várjál. Mondjuk éjszaka van, mi a túrót csinálhatnék, aludhatnék, vagy bányászhatnék? Á, menjünk a bányászni inkább. Aludni, hagyjuk már ezt a valóságnak meg. Eleget aludtam már a valóságban. Hey, ez mi volt? Megütött a föld! Mi? Isten. Hát izé, véletlenül megütött, megrúgtam a lábammal és visszaütött. De most megnézem, hogy milyen bányát csináltál. Eddig még nem láttam. Csak nehogy kövessen valaki. Nagyon szar lépcsőt csináltál, csak hogy őszinte is legyek az imon. Szívesen! Hát, kösz! Nem működik, tehát nem hallod? Az olyan szépe, vagy hallod? Nem hallod, nem működik. És amúgy nem jó működik. Napot, mondjuk kémáncsárkány, vagy ilyesmi nem hallod? Kellett volna vinned. De egyébként ezt majd megcsinálom normál. Sőt, az lenne jó csinálni liftet! Azt lehet? Tudni, hogy lehet. Persze, hát ez... Lehet. Illetve nincs red power akkor. De várj. Nem is tudom. Hey. Red power-ral lehetne. Valami más is lehet. Mondan. Valahogy csak meg tudjuk oldani, ügyesek vagyunk. Na. Ó, egy szerencsé, hogy itt van ez az izé. Le kéne menni tényleg obszidiánt bányászni, szóval én most lehet, hogy azon fogok munkálkodni. Az obszidiánt az csak gyémántcsákánya lehet. Hát igen, azt mondom, hogy hát hova kösz, így utólag szólsz nekem. Jó fej vagy. Ezt így utólag. Hát az előbb már lent voltam. Mindegy, viszek. Adjál nekem egy drága kőcsákányt, léci. Lehetőleg olyat, ami... Hát lehetőleg olyat, tudok. Amivel tudok bányászni a obszidiánt. Red Power-ra lehetne csinálni Zafir, meg Rubint, meg egyéb finomságokat, de megint nincsen Red Power. Jaj! Hello. Hát én zombi morgás hallok, már megjelentem, hogy egy szívas zombi jön itt nekem. Vigyázz! Oh! Végül is ugye van falusi zombi, pontosan lehet téged is megfertőztek, csak intelligens zombi lesz és tudsz még beszélni. Na. Pontosan. Na akkor azra vagyok kíváncsi, mondjad. Hogy mi kell egy Ender chest. Szerintem obszidián tudja, hogy kell hozzá. Hát mint a modolt Ender chest, mert van egy Ender chest mod is. De jó. Külön. Olyat szeretnék. Mit tud? Hát ugyanolyan, mint a másik, csak tulajdonképpen több színű lehet színezni, és ezáltal nem csak annyi, hogy csinálsz egyet és kész, hanem lehet ne járd össze a gabonán, te mocsak! Nézd meg! Az volt még szerencsé, hogy van ami... elektromos művek ebben a módban, így tudok csinálni elektromos kerítést, így kint maradhatnak ezek a kulturálatlan zöldek. Remélhetőleg. Addig is, amíg jön az obszidián, addig mit csináljak? Hát várja, mindjárt küldöm. Jó. Obszidián, mennyi messzi vagy az Orker Rodark? Nem, amúgy csak én. Ez volt az obszidián, jó van. Ugye komolyan vetted. Akkor nagyon jó. Pontosan, azt hittem, hogy az obszidián tud beszélni, ez egy csalódás most. Nem is tudtam, hogy obszidián hangom is van. De már hogy sem akartam csalódást, akkor... ez kell, nem. Mi nem kell neked? Csinálok egy hátizsákot. Csinálj. Mert ne. Tegyél bele könyveket és mehetsz suliba. Jó. Mi kell nekem? Azt hiszem a... Miners.
vetvek talán. Hát az tűnik logikusnak egy név alapján. És pont három van. Bányász, hátizsák, vas. Jó, ez könnyű. Ilyet össze tudok dobni. Kivéve, hogy nincsen pókháló, szóval mégse kell vadászni. Jaj! Farmcraft. Ez valami tök jó zenét be lehet nekem is simán. Farmcraft. Ó. Még nincsenek pókok ma most, amikor keresem őket. Igen, mert az hogy pont őket. Azért. Itt van, ha! Gyere! Jó, ez egy, akkor már nem, kettő, akkor csak kettő kell. Szerintem helyi hálózaton játszolak éppen. Jaj, megint. Persze, minden hát figyelj, alkalommal. Este van, aludjál már, csak próbálok fárasztani, hogy álmos legyél. De hogy aggódok, már meghaltál, minek aggódjak? Tudom. Ez még mindig Minecraft. Jaj, ne! Akkor elkezdek aggódni, hogy... Au. Elkezdek aggódni, hogy jaj, ne hajj meg 28-adjára is! Jó, mondjuk kicsit a jövőbe tekintettem, mivel ez már... Három. Ez még nincs annyi, de majd lesz biztos, tuti. Ja, nekem tuti, hogy ne lesz biztos. Ne kell is, ne aggódj. Na, akkor csináljunk kenyőre. Imádom ezt egyébként, ezt a Minecraft kenyérkészítő módszert. Tényleg... Ilyen sütés nélkül instant kenyér. Valóságban is így akarok készíteni, hogy kimegyek, lopok gabonát, és akkor így összenyomom, és akkor lesz kenyér. Hát ez nem igaz! Na, előre tapsoltam, most már nem kapod meg újra. De hogy ilyen közelről tud meghal? Ilyen közelről? Figyelj, ne haragudj! Hogyha közel vagy egy robbanás, azt hiszem jobban hat, mint hogyha távol vagy. Így csak, hogy tudjad. És miért van fika hangja az homoknak? Jaaah. Legközelebb igen, eléggé. Van gyémánt csákányom, ez honnan van? De szép bumbuszit, honnan? Azt hiszem, hogy felrobbantottad az utcaimat. Nem dobhatod az utcaimat, de ha azt szeretnéd, akkor megpróbálhatok. Egy csákány még hiányzik. Add elő a csákányom, kösz. Jó, azt hiszem meg vagyunk. Ó, viszek le egy virágot. Jó, nagy szerintem. Ültetek egyet a föld alatt. Szaporodjon! Ajjaj. Ez egy átkozott csontlázat. Ó, itt meg van egy ilyen bánya. Elhagyott bánya. Nincs meg a... Tök zsír. Mondjuk azt nem említett... Jaj, ne! Lehet ilyen... Lehet ilyen reverse módon, hogy... Igen, lehet. Gyapjúból is. Várj. Ja, azt hittem, hogy nem lehet. De van itt egy csomó pókháló ember. Úristen, hát, figyelj. Itt egy hatalmat. Kell. Rengeteg van, komolyan. Ja, hát kell. Tényleg. Hát ne megyek ki már... gyorsan. Ne, ez nem csak gyémán. Csak megint. Mással. Hé, a kajám eltűnt. De most tényleg volt egy csomó húsom, szóval itt. Jó, megvan. Ja, azt itt... Nem, megint vak vagyok. Csak ne legyél vak. Jaj, ne! Egy táncoló brokkoli! Keks. Ja, slime. Az itt is van fent. Találtam így. Egyet. Szaporodj. Mondjuk egyedül nehéz lesz, de mindegy. Akkor a netherből majd szerezni kell ilyen nether téglát, illetve blaze rodot. Na, hogy hívják? Pókhálót, ha szeretnéd. Hát azért már mondom, hogy adok. Úton vagyok lefelé, szóval már mindig. Nem kell neked összeszedned. Ha van rá igényed. Jó. Volt nagyon. Hello. Gyere. Ott van ugrán, yeah. Például atombombához, tessék. Az az egyébként arra gondoltam, hogy mivel van egy olyan mód is ebben a modpakban, hogy alkonyat erdő,
elmehetnénk oda, és felrobbanthatnánk atombombákkal, mert nem szeretünk az aggódni. Hát, lesz elég atombombánk hozzá. De egyébként nagy. Meg úgy lehetne csinálni, hogy mondjuk egy automatizált robbantást. Mondjuk szépen így kiépítenénk magunk körül a dolgokat, és akkor így mindent felrobbantunk akkor. Ez tök jól hangzik. Na, örülök neki. Jól hangzik. Ez egy nagyszerű ötletnek hangzik, teljesen produktív. Na. Jó, én megvan az összes string, amire szükség van. Csináljunk neked is igen, ez tök jó hangzik. Adok neked még stringet. Tessék, itt van 30. Akkor viszont még kell string. Na, nagyszerű. Én meg addig, én meg szerzek nyersanyagokat. Mondjuk azt sem tudom, hogy mi micsoda, de mindjárt rájövök is. Szedjél mindent, amit látsz, egyszer csak van nálam! Hol a kiárat? Ez az, most már tudok hőbevalót is kraftolni. Jaj, de jó! Ha van nyaklánc, hűvelő tiszta, ez is szemüveget! De üveglencse nélkül, tudod? Sőt, nem ja, is olyan, hanem ilyen. Azt képzel, ilyen redőny szemüveget készíteni ez isből. Ja, nem, ja, ez a modern napszemüveg, ez a redőny szemüveg. Tört, ilyen rácsokból van az egész, ja, de ezüstből. Ja. Milyen hülyét néznék már ki benne? Hegesztő szemüveg helyett, itt egy redőny szemüveg. Júj, rossz belegondolni. Viszont akkor még kell gyapjú egy. Mondjuk azt tudok csinálni a stringből. Szia, csi. Nem kapsz kalciumot. Sor vagyjál. Kalciumot. Várjunk. Van, aki megtette. De az már a túlvilágon van. Enyhe előre utalás. Az új mobokra. Akkor lássuk. Hát, izsák. Chest. Jó, ez könnyű. Net. Emlegetett? Szivacs valaki chestet? Nem legetett az előbb? Úristen. Kettő vas. Úristen, hát nekem meg rohadtuk kéne valami cucc, amivel tudok pakolni. Teli vagyok mindenféle szírszarral. Tehát csinálj ide egy bázis vagy tovább. Mindjárt ledobom neked a hátizsákot. Ez egy nagyszerű ötlet. Jó, hogy mondtad. Most ez a hátizsák, ez azért jó, mert igen. Különböző módok vannak még ebben benne. Is vannak módok? Akkor ez módom ottban? Mód, igen. Ez egy ez módception. Még én nem ezt akartam, de... Ne kövessen rossz senki. Szóval az a lényeg, hogy ez a hátizsák tulajdonképpen, okay. Mindjárt lemegyek hozzá és elmagyarázom, de addig is tudom, hogyha shift jobb klikkelsz rá, ha a kezedben van és shift jobb klikkelsz, akkor az első mód, amivel találkozol, az zárt mód, tehát akkor nem lehet bele nyúlni. Aztán a következő, az a zöld felfelé mutató nyíl, azaz a felfelé, tehát hogy felveszi az anyagokat. Tehát tulajdonképpen annyit tud, hogy ha bányászol, bányászod ki az érceket, illetve egyéb kibányászható, tulajdonképpen érceket, akkor az egyből a hátizsákba megy és nem az inventoryba. Illetve, hogyha lefelé mutat a nyíl, akkor meg, ha van egy kezedben mondjuk vasérc, mondjuk nem tudom miért lenne, de ha esetleg van a kezedben vasérc, és leteszel egyet, akkor automatikusan ja, ez mondjuk akkor másikat. Jó, hogyha mondjuk köveket pakolsz lefelé. De követ nem lehet belerakni, ja. Csak a Digger's Backpack. Ajajajajajaj. Tehát az ásó hátizsák. A bányász hátizsákból csak érzeket. Én itt vagyok, ahol a, izé, ahol a brokkolikrek vannak. Aha, megvan. Oké, látom. Tóá! És én leestem valahova. Na, nem robbantott fel a cuccaim. És ugye a bányászás az legjobb ugye a felvétel mód, hogy egyből oda menjen Kontrol, a... Kontroll, level up. Oda menjen a táskába. Na nézzük, hogy mi segít. Ja, és ebbe tökteni érceket, tök jó. Ó, van nálad véletlenül esetleg... Szén? Receiving. Na, adjál már légy. Szén, jelenleg van 46. Danke. Én meg megyek okay, vissza nyugodtan. Dolgozni. Csinálok egy
Mit csináljak? Azt hiszem van egy ötletem, de nem. Van egy ötleted, de, van egy ötleted, de nem. Csinálok egy ásó. És mi lenne, ha igen? Zsák. Igen. Csinálok egy ásó hátizsákot is, The Girls Backpack, és megint leestem. Na, én meg akkor itt szépen csinálok egy bázist. Pont ennél a részén, mert ez már úgyis ki van bájva. Jau. Jó. Jau. Hello, Krip. Azt hiszem ez egy nem jó hely, ahova jöhet, nem kellett volna. Jöhet, nem kellett volna, szép volt. Szerintem fejlődnek a... Úristen. Fejlődik a beszédkészségünk. De így visszafelé, úgy értem. Igen, egyre jobban. Nem tudom, ez a videózás mi, de rossz hatással, hogy rám. Egyre kevésbé tudok beszélni. Szivacs, hát te még a tudást is elszivacsolod. És akkor mondhatnád, hogy ne szivacs! Jaj, ennél, na, ez a mélypont, tehát ennél lejjebb már nem fogunk kerülni. Ú, megkövösödött kaki. Ez meg mi? Ja, hogy ez bauxit? De szép bauxit, honnan van? A kedvet szeretem a szombatban. Ez egy annyira szép dal, ismered? Idézek belőle. Mit? De szép bauxit, honnan van? A kedvet szeretem a szombatban. Bécsi szelettel nem megy a kombány. Ó, de rossznak hangzik. Nagyobb nem sohasem volt Batman. Micsoda? Ez mi? Bécsi szelettel nem megy a kombány, nagyobb nem sohasem volt Batman. Az a címe, hogy Nicole Kidman disznót vág. Már hallottam. Ja, de azt tudom, azt... Jaj! És azokat közvetetten ismerem azokat az embereket, akik csinálták. Tök jó. Azt közvetetten. Ki által? Hm? Hát bátyámnak az ismerése. Erre most nagyon nagy szükségem van. Egy láda. Na, ebbe azt a sok cuccot, amit honnan végre be lehetne pakolni. Végre valahára. Sok fölösleges focok. Így tökéletes. Csak közben meg ne gyilkoljanak. Na, ha megmurdelok, mérges leszok. Itt, ez tök jó ez a hátizsák. Addig leteszem az autó, csinálok egy autón szabálni az képet. Hol egy? Jaj, basszus! Jön rám izé, kardol az a zombi! Igen, olyan szokott. Sajnos. Jaj, jó hallani, ahogy szenved. Szörnyű! Rémáló! Nem szeretem ezt a játékot! És körbe mentem. Zseniális. De mindegy, lelövöm távolra. Nem tudom lelőni, nincsen íja. Nyilom. Jaj! Basszus. És nem halok meg! Ez az! De ez hogy csinálja, hogy úszik a földben? Úszott a földben a zombi. Ne! Igen, félig bele volt merülve a kockán. Úszott a fe... Jaj, ez biztos ilyen. De még nagyon is, hogy hülye.